70 éves tárgyak, hangok és felvételek elevenednek meg a Székely Színház 70 éves jubileumára szervezett ünnepségen. De nem csak a múlt, a jelen is nagy szerepet kap a március 10-e és 16-a között zajló rendezvénysorozaton. 7 nap alatt 7 előadásra várják a nagy érdeműt, kopjafát avatnak az egykori művészek tiszteletére, és akinek kedve van, akár egy éjszakát is eltölthet a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban. Marosvásárhelyi Székely Színház 70 évvel ezelőtt, 1946. március 10-én nyitotta meg a kapuit itt a Kultúrpalotában. Egészen 1973-ig itt tartották az előadásokat. 1973-ban épült meg a főtéri kőszínház, a társulat ide költözött át. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház azóta 2 tagozattal működik. A magyar társulat 1997-ben vette fel az alapító főigazgató Tompa Miklós nevét. Azért élek, hogy boldog legyek. Ez pedig már a régi szerelem. Bartha Lajos darabját Harag György vitte színre 1974-ben. A 70 éves jubileumon levetítik a produkciót és beszélgetnek az előadásban szereplő Farkas Ibolyával is. De régi kellékeket, fotókat is megtekinthetnek majd a nézők. Az ünnepség sorozat egyik érdekes programpontja március 12-én este 11 órakor kezdődik és reggel 6-ig tart. A színház történeti előadások mellett színészmesterség órára is várják az érdeklődők. Ez ilyen még matraccal, hálózsákkal itt alvós, teázunk, kávézunk, reggel tornászunk, kvízjáték, tehát egy picit így, tehát én azért úgy azért várom, mert azt hiszem, hogy olyan 14-kor már teljesen így átalakul az a társaság, aki ide bezárja magát egy éjszakára, egy ilyen kisebb színházi társulat. Az ünnepi hétre időzítették a legújabb premiért. Molnár Ferenc üvegcipője is hordozza a múlt egy apró szeletét. A díszlet a régi marosvásárhelyi szecessziós épületeket idézi, mondja az előadás rendezője. Elképedve mászkáltam a városban, hogy micsoda kincsek vannak, és azon is elképedve persze, hogy hogyan rohadnak le. Tehát azon is csodálkozva és ámulva. De a lényeg az, hogy ezek most picikét be vannak emelve a darabba, de igazából csak ilyen mementóként. Az ünnepi hét programja a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház honlapján tekinthető meg.